üdvözlöm Ördög Szabolcsot a Beol Podcast vendégeként. 2-3 hónapja dolgozik Békés Csabán, a Torna Klub Békés Csabánál. Pontosan mikor keresték meg a klubtól, és hát hogyan fogadta a megkeresést? Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Engem február végén kerestek meg a klubtól, és március 13-án kezdtem el dolgozni az egyesületnél. Mik az első, hát most már néhány hónap tapasztalatai Békés Csabán? Mármint így a klubról? Így vagy? Igen, a klubot tekintve. Mi a fontos munkája? Ugye edzők is, de szakosztályvezető is egyben. Így van, hát szakosztályvezetőként érkeztem. Elsősorban most az lesz a feladat, hogy újra fellendítsük az egyesületet, hogy újra válogatott tornászaink legyenek. Ezt alulról kell elkezdeni, úgyhogy most az elsődleges majd az lesz, hogy szeptembertől kimenjünk az óvodákba, és minél több kislányt tudjunk behozni a terembe, illetve ugye akik jelenleg is tornáznak már, őket próbálni minél magasabb szintre eljuttatni. A Békés Csabai klub gazdag múltját bizonyára ismerte, de mennyire volt tisztában a klub jelenével? Igazából tisztában voltam, mert ugye én Budapesten dolgoztam, és hát... Mely kluboknál is? Igen. A Ferencvárosnál voltam, valamint a Postásport Egyesületnél, és hát ugye versenyeken találkoztunk a csabai edzőkollegákkal, és ugye ott azért szoktunk pár szót váltani, és így azért tisztában voltam azzal, hogy jelenleg milyen a szakosztály, tehát hogy hogy áll. Milyen terveket vázoltak ön elé? Ugye említette, hogy fel kell építeni a klubot, de mégis mi volt a várakozás? Hát igazából ez, hogy szakmailag is próbáljuk ugye felhúzni újra az egyesületet, hogy alul egy nagy bázisunk legyen, és hát nyilván türelmesek is, mert tudják, hogy azért ehhez több év kell, tehát nem holnap lesz ebből eredmény, hanem minimum egy ilyen 5-6-7-8 év, tehát azért ehhez idő kell. Hosszú távra tervez Békés Csabán. Igen, igen. Szakosztályvezetői funkciót is ellát. Mit takar pontosan ez a feladat? Hát igazából egyenlőre, ugye mivel kevesen vagyunk, ezért a Varga Adriennel dolgozunk egyenlőre ketten, akik így többet vagyunk bent, vagy még a Csiszár Evelin, úgyhogy hárman vagyunk egyenlőre edzők az egyesületnél. Hát igazából annyi, hogy az iskolával tárgyalunk órarendekről, akkor új melegítőket sikerült szerezni, ugye ez is már ad egy jó megjelenést a versenyeken, illetve hát minden olyan dolog, ami a szakosztály, de főleg ami inkább a termen belüli dolog, azzal ugye már Fóri Márta az elnök engem keres, és akkor együtt megbeszéljük, és próbáljuk ezeket megoldani. Gyakorlatilag a tavaszi versenyszezon, a hétvégi serdülő és ifjúsági bajnoksággal befejeződött, tehát lehet egyfajta összegzést tenni. Nyilván most még talán nem annyira az eredményesség volt a fontos, de a továbbiakat illetően talán az sem mellékes. Hogyan összegezhető ez az időszak? Hát igazából vegyesen, mert voltak jobb versenyeink, és hát voltak kevésbé jól sikerült versenyek is. Most az lesz a feladat, hogy ugye jön egy nyár, amikor azért jobban lehet fejlődni, lehet új elemeket tanulni, javítgatni a meglévő elemeket. Szóval most
nyilván az a cél, hogy az őszi versenyszezonban erősebb, jobb gyakorlatokat tudjunk bemutatni. Ugye budapesti születésű, nem? Nyíregyházán születtem. Igen. De mégiscsak hát az ország másik pontjára kellett eljönni, átköltözni. Igen. Ez mennyire volt nehéz? Hát abból a szempontból volt nehéz, hogy én nagyon szerettem Budapesten lakni, úgyhogy inkább nekem azt volt nehéz ott hagyni, mert nyilván ez szakmailag nekem egy előrelépés, hogy szakosztályvezető lehetek egy ilyen nagy múltú egyesületnél, és hát ez volt nekem igazán a fejtörés, hogy most hagyjam ott Budapestet, ne hagyjam ott, de hát ugye a mellékelt ábra mutatja, hogy végül ott hagytam. Esett szó már a tervekről. Milyen hosszú távú terveket, vagy tervet fogalmazott meg az ide érkezésekor, vagy egyáltalán mi a... Hát igazából, ugye, amit már említettem, hogy újra legyenek válogatott tornászaink, akik ugye tudják eredményesen képviselni akár hazánkat, akár az egyesületet, hogy újra egy meghatározó egyesület lehessünk az országban. Sok sikert kívánok, sok válogatott versenyzőt kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük.